Köszönöm a jóságukat, a meghívást, meg azt, hogy ilyen sokan eljöttek. Igazából, mint mindig alkalommal valaki valamit akart adni, mostan lent Kézdivásárhelyen, hogyha ismerik. Van egy nagyon szép hajdani kolostor, aminél én rosszabb épületet még életemben nem láttam, és azt szeretnénk ránksózni, és aztán lementünk, és a polgármesterrel, és plébánossal, és mindenkivel, hogy mentsük meg az épületet, mert sokszor nem csak gyereket kell megmenteni, hanem vannak árva épületeink is meg. Na, de ez egy másik fejezet. A cím az volt, ugye, hogy Uram, tégy engem a békéd eszközévé. És azért javasoltam ezt a témát, mert ott a déván a gyerekekkel beszélgettünk, és az egyik gyerek kérdezte, hogy Csaba testvér, mikor lesz nálunk tavasz? Hát mondom, hát eléggé tavasz van ennél, több mit kell. Szóval, jaj, nem olyan, hát mondom, milyen? Hát minden Ukrajnában van. Na mondom, olyan ne legyen. És úgy elkezdtünk beszélgetni, és úgy kiderült, hogy bizony a gyerekek, hogy mondjam, ezt az egész tavaszos dolgot olyan jó bulinak tartsák, hogy hajtsunk el valakit. Hát kit? Hát mikor kit? Valakit. Hogy mondjam? És akkor azért gondoltam, hogy érdemes lenne magát a békét, mint olyant hosszan gondolni. És ha belegondolunk ugye a békességbe, hát ugye Ferenc pápa mondja, hogy most nincs nagy háború a világon, de sok kicsi van. És azt gondolom, nem csak ilyen fegyverrel vívott háborúk vannak, hanem hogyha belegondolunk, hogy a házasságuk fele felbomlik, vagy az, hogy mennyi veszekedés, civakodás van a családban, munkahelyeken, barátok között, hány kapcsolat sérül, és hány mi kapunk nyakleveseket, meg adogatunk oda-vissza, tehát ilyen hidegháború, melegháború, meg mindenféle bizony rengeteg van. És gondolkozzunk el azon a mai nap, este, hogy hogy állok én a békével, a békességgel. Hát persze nekünk az iránytünk az a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy nézzük, ő hogy áll ehhez a dologhoz. Karácsony estén, mikor született, már ugye az angyalok azzal kezdték, hogy békesség a földön a jó akaratú embereknek. Tehát Jézus Krisztus úgy tűnik, hogy tehát ez egy nagyon fontos üzenet, mert azzal is kezdődhetett volna, hogy na mindenki vegye elő az ellenőrzőit, vagy a füzetét, hogy nézzük meg mostanig mit csinált, nem? Tehát Jézus amnestiát hirdet azzal, hogy békesség földön a jó akaratú embereknek. Nem a királyokat, meg a többieket hívja, rabszolga, kereskedőket, szabad a másikat eladni a piacon? Na nézte oda, a 10 parancsolatban ezt hol írja? Tehát nem számon kér az Isten, hanem békét hirdet. Békesség. És később is Jézus ugye maga mondja, hogy bementek valahova, köszönjetek úgy, hogy shalom, békesség. Legyetek a béke emberei, a béke hordozói. És ha megnézzük az ő életét, tehát úgy tűnik, hogy tényleg rengeteg helyen, ahol megjelenik, mindig valamilyen módon a békességet hirdeti. Gondoljunk például a házasság törésen élt asszonyon. Agyon akarják ütni. Azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki közületek büntelen. És akkor, amikor felnéz, azt mondja, hogy nem akar téged senki elítélni, én se ítéllek el. Menj, de többet ne vétkezz. Tehát kvázi békét hozott ebbe a szituációba. Vagy ott van a garadai ördöngös, aki mindenki dobál kővel. Kikötözik a sírokhoz. És Jézus leül ezzel az emberrel, megtisztítsa, megnyugtatja, ez az emberről leszedik a láncokat, felöltözik, és utána azt mondja végül, hogy szeretnék segíteni neked, Mester, azt mondja Jézus, menj, és mondd el mindenkinek, mennyire szeret téged az Isten. Tehát békességet teremt ott, ahol békétlenség van. És lehetne ezt folytatni hosszan, minden történetben igazából Jézus kvázi békét visz valahova. Persze neki sem megy mindig mindenütt ez ilyen jól. Például a saját szülőföldjén próbáltan prédikálni, csodát tenni, és ő maga azt írja, hogy csodálkozott, hogy milyen hitetlenek az emberek. De csak hitetlenek lettek volna. Elkapják a grabancát Jézusnak, és felviszik egy magas hegyre, hogy letaszítsák. És azt írja a Szentírás, hogy Jézus szó nélkül elmegy köztük, és végzi a dolgát, tehát nem veszekedik.
Tehát ő is azt mondja, hogy ha valahova bementek, és ott nem úgy fogadnak titeket, ahogy kellene, paljátok le a cipőtökről a port, puszi, menjetek tovább. De ne veszekedjetek, ne civakodjatok, ne háborúzzatok. Most vasárnap volt ugye a gazdag ifjúról szóló történet, vagy nem is a tékozló fiúról szóló történet. Tehát olyan szép, az apa nem vitatkozik a fiával. Add ide apám a rámes örökség részét. Tessék, fiam! Hogy mondjam? Tehát nincs az, hogy kitagadlak, meg nem tudom. Akkor jön vissza a fia, hát akkor fiam elveszett, de újra él. Vágjuk le ezt a hízlalborjút, örvendjünk neki. Békesség. Egy nagyon-nagyon fontos téma. Én azt gondolom, hogy mikor hozzánk bekerül egy gyerek az utcáról, tele van feszültséggel. Tehát az első dolog, amit nekem kell, az, hogy békét teremtsek annak a kis gyereknek a szívébe. Amíg feszültség van, harag van, félelem van, szorongás van, addig nekem nem fog szorzótáblát tanulni. Addig nekem nem fog, hogy mondjam, mit tudom én, anyám tyúkját, vagy bármit megtanulni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez, hogy békét teremtsek magamba is, és benne is. Biztos, hogy önök is látták, azt a legjobb szándékkal valóban bementél, de feszült voltál, te dühös voltál, és a másik megérzi. És nagyon könnyen viszonozni is tudja azt az indulatot, ami benned van. Tehát ezért azt hiszem nagyon-nagyon fontos, hogy mi tudatosan magunkba békét teremtsünk. És utána lehet elkezdeni például gyereket tanítani, feleséghez oda menni, ugye férjedhez fordulni, főnöködhöz elmenni. Tehát, hogyha izgatott indulat van benned, nagyon könnyűen kudarcba fog ez fulladni. Hogy lehet az ember, hogy békét teremtsen saját magában, gyerekekben? Hát mondjak el egy... Ugye Déván például, ugye 90-es évek elején, mikor beindultunk, a gyerekek az utcáról jöttek, igen-igen szerettek harcolni, háborúzni, különféle puskákkal, meg nyílakkal, meg akkor még nem volt ugye számítógép, de ugye ez a fiatalokban ez megvan. Én mindig mondtam nekik, hogy tehát úgy van, hogy az erőszak az erőszakot szül, Jézus Krisztus azt mondta, se tette, se gondolattal, se szóval, ne legyünk mi erőszakosok. De a gyerekek nem erős hallgattak rám. Akkor mondtam, na kicsi szíveim, meg kell menjek temetni, tessék jönni minisztrálni, ilyen hatodikos, hetedikes nagy hősököt én szépen elvittem. Ugye a néni ott a koporsóba hervadozott, hogy mondjam, a rokonság zokogott, én elvégeztem szertartást, ők minisztráltak ottan, álltak. Hát tudom, hogy vannak pedagógusok, akik erre azt mondják, hogy nem szabad ilyen csinálni, de én úgy gondoltam, hogy nem árt, a kicsit szerintem ez a halál. Ez olyan izgalmas dolog, ezzel érdemes játszani. És a gyerek érezte, hogy nem, hát ez egy mérhetetlenül komoly dolog. Tehát hál' Istennek elmondhatom, hogy Déván én nem láttam azóta kardokkal, meg mit tudom, puskákkal rohangáló gyerekeket. Tehát tudatosítsuk magunkba, hogy igen, mi is az a halál, mi is az, amikor valaki szenved, amikor valakinek rossz, hogy elkövette. Mert a filmeken olyan egyszerű, pif, puf, dír, dúl, felborul a másik, és hogy mondjam, éli a maga életét. Felszabadítani a békességre az embereket. Ha körülnéztek, hogy nagyon sokszor a kudarcunk hova vezethető vissza? Pont abba, oda, hogy nincs bennünk béke. Ugye árva gyerekeket nevelek. Legtöbbször bekerül valaki hozzánk, tele van szorongással, félelemmel. Mostan sokszor kérdezik, hogy mennyi idő alatt lehet egy gyereket megszelidíteni. Hát a legegyszerűbb módja ennek az, hogy mondjam, hogy hát ugye megjön az a gyerek, na kicsi szívem, gyere, fürödjél meg. Bele kell rakni a meleg fürdőkádba.
Ugye, hát ez egy... Tehát nekünk is, ugye, hogyha hazamegyünk, tele vagyunk feszültséggel, hát milyen egyszerű, lezuhanyozunk, beülünk a fürdőkádba, mindjárt kicsit másabb lesz a világ, nem? Most, hogy a gyereknek levágjuk a körmét, foglalkozunk vele, megfésüljük, esetleg a haját egy kicsit megigazítani, nem tudom. Na, keressünk neki szép ruhát, felöltöztet, na, én forgassuk, jaj, milyen jól áll neked, na hát, stb. Tehát, hogy mondjam, megnyugszik a gyerek, fontos vagyok, szükség van rá. Na gyere, finom vacsorácska, jól lakik, jó meleg ágy, nem tudom miféle. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontosak ezek a dolgok. Tehát ha Jézus életét nézzük, ugye a Galileai tenger partján, hát ezek az emberek, egyszer ott van nagycsütörtök, nagypéntek, kudarca bennük. Elmennek halászni, egész ilyen, kidobod a hálót, behúzod, folyik a víz, a franc egye meg, folyik a, hogy mondjam, nagyon kellemetlen ez nekik. És Jézus mit csinál? Tüzet rak, halat süt, össze, hogy gyertek, reggelizzetek. Tehát maga ez a tény, hogy leülünk együtt vacsorázni. Én azt gondolom, sok feszültséget megold. De ugye ez mind kevés, legfontosabb azt hiszem a párbeszéd, amiből nagyon kevés van a mai világban. Nem tudom, Szent Ferenc életét mennyire ismerik, leírja Cselánói Tamás, hogy hát ugye abban az időben volt a keresztes háború. És ezt azért látom nagyon fontosnak, mert ugye most is vannak ilyen nagy dolgok, és akkor azt mondanám, hogy én, mint kisember, ebben milyen beleszólásom van. Szent Ferenc érezte, és tudta is azt, hogy az Isten nem akarja azt, hogy öldököljék egymást az emberek. De talán, ugye, hogy lettek ezek a keresztes háborúk? Úgyhogy a mohamedán világ terjeszkedett, elfoglaltak szent helyeket. Persze, hát, hogy ottan megölték az embereket, az egy dolog, vagy muszáj volt nekik áttérjenek, de Szentföldre mindig is mentek zarándokok. Sajnos nagyon sokszor ezeket a zarándokokkal csúful bánták, kiszúrták a szemüket, levágták a kezüket, és ezek visszajöttek szomorúan, sírva, hogy jártak, és hogy igazából a szent helyekből istálót csináltak. A bizánci császár kis politikai háttérrel összeszedett egy egész csapat ilyen szenvedő, megcsonkított zarándokot, és elküldte, Franciaországban volt egy nagy lioni zsinat. Na, ott megjelentek ezek a nyomorultak, és elmondták a dolgukat. Hát akkor is, hát ugye most, ha én hallanám azt, hogy Vásárhelyen vagy valahol verik a fajtámot, akkor kicsit ideges lennék, igaz-e? És próbálnánk esetleg segíteni rajtuk. Na, az akkori keresztények nekiálltak, és egy-egy fehér keresztet mésszel festettek a ruhájukra, jelezvén azt, hogy ők el akarnak menni, és megvédeni a Szent Földet. Tehát ez egy, hogy mondjam, annak az világnak az ideális gondolkozása volt. Nem sokat töprengtek, ezek elmentek. És ugye Szent Ferenc életében írja, hogy ő is utánuk ment. És elmondta, hogy nem jó háborúzni. Egy csata előtt olyan érdekes, le van írva egész részletesen, hogy társainak mondta Ferenc, hogy hát most érzem, hogy Isten azt akarja, hogy szóljak nekik, hogy ne háborúzzanak, mert úgyis elvesztik a csatát. De persze ez nagyon tisztában volt, hogy most ezek állik felfegyverkezett fiúk elé, akik Franciaországból vagy Portugáliából ellovagoltak odáig, és most azt mondani, hogy na béke fiú, ez nem jó, hát az kicsit olyan nevetséges volt. Na és ugye kérdezte a társaitól, hogy mit csináljon. De biztatták, hogy igen, bármibe kerül, lehet eltéved egy nyílvessző, és kiukassza ezt a drága jó habitusodat, de ki kell állni a sereg elé. És képzeljék el, amikor reggel fel van állva ugye a csatárlánc, meg ugye ilyenkor azért fel vannak paprikázva a fiúk, meg minden, akkor ő kezdi mondani azt, hogy máma ne harcoljunk, mert el fogjuk veszteni a csatát. Persze a csata elkezdődött, több mint 6000 keresztes meghalt, és hát igazából Szent Ferenc nagyság az, hogy nem rezignáltam magába roskadt, hanem elment Szaladin szultánhoz, és elmondta azt, hogy igazából azért jöttünk ide két dolog. Szeretnénk ezeket a szent helyeket tisztelni,
És hogyha eljövünk zarándokolni, akkor ne bántsanak minket. És a döbbenetes a történetben az, hogy Szaladin szultán azt mondta, nagyszerű fiú, gyertek el, ferences szerzeteseknek adok engedélyt, őrizzétek ezeket a szent helyeket, fogadjátok a zarándokokat, mi mohamedánok ezt nem fogjuk csinálni, és működik. 800 éve ez működik. Tehát, hogyha most valaki el akar menni, és az Olajfák hegyén ott akar imádkozni, ahol Krisztus is vére verejtékezett, van ott egy kis ferences kápolna, ferences szerzetesek szeretettel fogadják, és oda mehetsz. De hogy Betlehem, ugye, Betlehembe karácsonykor mutassák, hogy a Mohamedán polgármester részt vesz a karácsony éjféli szentmisén, és nagyon jó viszonyban van, utána bemenne a ferences testvérekhez, együtt vacsoráznak, egymást oda-vissza tisztelik. És nekünk erdély magyaroknak is hasznunk volt ebből, mert ugye mikor a hódoltság ideje alatt mohamedánok látták a ferences testvéreket, hát ismerjük ezt a barna fiúkat, hát ezek nyugodtan mehetnek, és a többi papot elhajtották, és ezért például Mária Radna, meg egy jó pár ilyen hely, hál' Istennek megmaradt. Tehát a párbeszéd. Hiszek-e a párbeszéd erejébe? Ugye ismerős az a vicc, amikor János mondja, hogy hát olyan jó lenne elmenni udvarolni, hát ott van az a Mari, de hát pont én nem fog velem szóválni, de mégis ha elmennék, és füttyentenék, jaj, nem füttyennek én az ablakkal, nem, eszembe se jut. De mégis, hogyha kinézne az ablakkal, pont rám fog kinézni, na jó van, hogy lehetek ilyen naív, meg minden, de ha kinézne, és megkérdezném, jössz-e moziban, na pont velem fog eljönni moziban. Na hát ott a szegény János, ott jön, menj, fontoskod is, hát nem szembe jön Mari vele, szóval nem viszel el moziba? Na, tehát hogy mondjam, nagyon sokszor az életbe, úgy elkomplikáljuk a dolgokat, ugye? Úgy gondoljuk, hogy nem is érdemes elkezdeni, van az a, ugye, fújt fel a létrádat, ugye? Na, ismerős. Tehát, ha megnézzük Jézus életét, ott van ez a Saul, az ének idején men, a terrorista, a damaszkuszi úton, hogy keresztényeket ideológiai, politikai alapokon gyilkoljon. És azt írja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus elmegy vele szembe. Párbeszédet kezd. Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? És azt írja a Szentírás, hogy Saullal elbeszélgetett, Saulból Szent Pál lett, a népek apostola, és Saul, hát ugye ma nem lehet elképzelni a kereszténységet Szent Pál levelei nélkül, nem? Nagyon-nagyon szegény lenne az egyház, ha 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus felrúgta volna ezt az embert, mint egy bolond gombát, hogy volt, hol volt az eszed, hogy agyonütötte Szent István, nem? Párbeszéd. Tehát én azt láttam az életemben, hogy a hatósággal, vagy bárkivel, akkor déván elindult a Szent Ferenc Alapítvány, ugye hát civil a pályán, nem? 98-ban jelent meg az első gyermekvédelmi törvény, ami leírta, hogy igen, magán gyermekvédelmi hálózat is lehet. Mi 93-tól csináltuk, és akkor jöttek az ellenőrök, hát az se volt, ami alapján legyen nekünk engedélyünk, nem, hogy engedélyünk lett volna. Semmi nem volt, se szanepittől, se semmitől. Hümmögtünk ott, nem tudom miféle. Olyan is volt, hogy jött ez az állategészségügy is, mindent lepecsételtek. Na, és most elmondhatom, hogy jött egy férfi rá egy órával misét fizetni. És akkor leültünk, beszélgettünk, hogy mi hol dolgozik, minden. Azt mondja, állatorvos. És hol van, mondta ennél a cégnél, és mondom, ismeri ezt a hölgyet? Azt mondja, igen, mondom, elég, mondom, milyennek találja, ez elég izgágan, mondom, ezt nekem mondja, nézze meg, milyen pecséteket rakott oda. Jaj, azt mondja, atyát, nem kellett volna, nem tudom, miféle. És küldött másnap, ő leszette a pecséteket, és küldött egy fél disznyót nekünk. Úgyhogy, de ezt nem mondtam el hivatalosan, de így működtünk igazából több mint 5 éven keresztül. Most akkor a hatósággal leül az ember beszélgetni, és mindig elmondtam, nézzék, ez az ember ott az út, az a gyerek az úton van, ott nő fel. Ebből előbb-utóbb munkanélküli lesz, akit el kell tartani. Ha nem jól viselkedik, be is kell zárni. Ez mennyi pénzbe kerül? Ha én meg elkezdem őt nevelni, formálni, esély van arra, hogy
hát felnőtt, normális ember lesz, adófizető állampolgár, hát nem jobb üzlet. És emlékszem, így leültünk, és néztünk egymás szemébe, és érveltünk. Én úgy éreztem akkoriban, hogy ez farrahány borsó. De utólag bebizonyosodott, hogy nem. Azért figyeltek arra, amit én mondtam. Ugye sokszor elmeséltem, lehet azt a televízióban hallották, hogy úgy hívták a polgármestert, hogy Mircea. És az nagyon-nagyon ellenünk volt. Akkoriban ő volt Románia legfiatalabb polgármestere. 2 méteres titán, nem tudom miféle, na hát, olyan nagyon ügyes fiú volt, és hát ő nagyon rossz viszonyban voltunk, főleg ő velem, én már jobban voltam vele, de ugye az nem, hogy mondja, hát ugye 90-es években hát a civil a pályán, tehát hogy állami monopól volt a gyereknevelés, tehát az a ja Istenem, hogy hát akkor hogy mondjam, hogy na nem elég, hogy ezek megfeszítették, vagy elégették Galileét, meg megint piszkálnak a gyerekekhez hozzá, meg ilyen volt a hozzáállás, és hát tudtam, hogy névnapja van. Na mondom, gyerekek, gyertek, főköszöntsük a polgármester bácsit. Virággal, meg minden, mondtam, gyerekek, ő a polgármester bácsi. Város legjobb embere, tátáó rásulói, nem? Szegények, pátna, özvegyek, gyámolítójas. Csupa ilyen szépeket mondtam róla. Mondtam, ha nem lenne olyan jó, én se választottam volna meg. Na. És most névnapja van, gyertek, köszöntsük fel. Gyerekek vittek virágot, énekeltük románul, latinul, magyarul, mindenféleképpen, hogy lámulcán, meg mindenféle, ami eszünkbe jutott, nagyszerű. Persze az irodákból kijöttek a lányok, hoztak süteményt, meg kólát, leültünk oda nagy perzsára, és piknikeltünk, ott ügyesen, hogy mondjam. És akkor vége lett az egésznek, akkor gondoltuk azt, hogy na most akkor elmegyünk. És akkor mondtam, gyerekek, lássátok, nem kell félni a bácsitól, milyen jó ember. Egyedül én féltem. És milyen nagy irodája van. Majd ha nem lesz, ahol lakjunk, akkor eljövünk ide, mert ő a tátáó rásolúj, zárvák gyámolítója, özvegyek párfogója, meg hogy mondjam. Szegény polgármester úgy nézett rám olyan furcsán, de úgy látta, hogy az én komolyan gondolom ezt, és tényleg beköltözök a Filodentra alá ide az irodába. És hát hogy mondjam, előbb, tehát tényleg meglettek az engedélyek. És eljött az az idő, amikor ez a polgármester ott, abban a nagy irodában engem díszpolgára avatott, és megölelgetett, és kezet fogtunk, és nem tudom, fel volt rakva a nemzeti színű csíkjai neki, meg nem tudom miféle. Tehát, hogy működik a párbeszéd. Hinnünk el a párbeszéd világformáló erejébe. Ugye most például itt van ez a vásárhelyi dolog is. Hát én elmondtam prédikációba is, hogy hát igen, a polgármester úrnak vásárhelyen hát rosszul döntött. Hát a csepp eszelett volna, azt kellett volna mondani, hogy nagyszerű székely, hogy is hívják, fesztivál, mindenhol abban legyen egy, ne csak mit tudom, hogy március 10-én. És ne úgy, hogy ott a nyárát töltől be, masírozzanak az egészen. Amennyi zászlót akarnak, mindent. Sőt, én, hogy még azt is mondtam volna akkor, hogy ilyen kék aranyszínű ilyen fogpiszkálókat szúrattam volna, micsbe teleraktam volna, sörrel, minden. Vegyék, nem? Hát minden 4 sörből egy Bukarestbe menjen egy bőbe, nem? A tévé ott van, igaz? Hát milyen jó üzlet. Hát egy csepp esze van ennek a polgármesternek, mi kára lenne benne? Magyarok, hogy jól ki lobogózták volna ott, defilálták volna magukat, tolattak volna, lesfes, minden, csomósor elfogyott volna, nem tudom miféle. Én azt mondtam volna, még adok 10 buszt, hogy hozzanak be még máshonnan is, hogy mondjam, nem? Tehát én azt gondolom, hogy nem veszekedni kell velük, hanem valamilyen szinten érvelni kell. És én azt gondolom, hogy egy ilyen típusú érvet csak megértenek ők is. Tehát igen, tehát én úgy gondolom, hogy neki is álltam például ezekre a jobbikosoknak írni egy levelet, mert azok is olyan idegesek, nem? Lehet itt önök között is vannak ilyen vonatársas, én nem vagyok politikus, nem értek hozzá, de úgy van, hogy tényleg nekünk erdélyi magyaroknak idegeskednünk kell? Tényleg olyan rossz dolgunk van?
Ezelőtt 15 évvel felhívnak engem nagy szalontáros. Azt mondják, Csaba testvér, van itt egy kaszárnya, neked adjuk. Hát mondta, én voltam én román katona, aki akar. Szóval én kaszárnyában biztos, hogy nem viszem a gyerekeket. De ó, Csaba testvér, ó, na így. Legalább négyszer felhívott a polgármester. Na jó van, elmen az ember, jól nevelt, mit tudom én. Most képzeljenek el egy 2 hektáros nagy telket, ott van rajta, hogy 6 épület. Ezek magyar időből húszár laktanyák. Persze 2 méteres gaz az udvaron, sokszor a háztetején is, mert ugye, hát ez vagy ott állt üresen, amikor NATO-ba beléptünk, akkor kiderült, hogy a határon nem illik bizalmatlanság jele, hogyha vannak kaszárnyák. Na ezeket mind bezárták ott a határ mellett, és akkor ott állt üresen. Odaadták a polgármesternek, hogy na, gondoskodjon róla. Na és akkor a polgármester úgy gondolta, hogy ideadja nekünk. És akkor sétáltunk ott hosszan ezekbe a romos épületek előtt, és ugye egy sarokba ott voltak egy olyan láda homok, ugye a tűzoltó szertárból, ugye a lapátot, ásod, azt mind elvitték, de a láda homok még ott volt. Az egyik gyerek azt mondja, hogy Csaba testvér, már homokozó van. Hát mondtam, na marha jó. Ugye, már van patkószeg, még csak lókes, hintó, meg hám, meg ez az, de már mehetünk. Na, hát, hogy mondjam, ott nézelőttünk, és eszembe jutott, hogy milyen szép lenne az, hogyha tényleg a háború fészkéből, mert ugye ezek húszárok voltak, aztán 18-ban román katonák lettek, aztán 40-ben megint jöttek magyar katonák, aztán 44-ben megint jöttek román katonák. Szóval több mint 100 évig ez a háború fészke volt. Milyen szép lenne, csinálnánk szeretet otthon belőle. A béke királynő asszony a tiszteletére, nem? Izaiás milyen szépen mondja, eljön az az idő, mikor a lándzsákból oltókéseket csinálnak, és a kardokból ekevasat, és nem fog ember emberre támadni a földön. És én ezt szépen leírtam egy levélre, felraktam az internetre, ugye ez men, akkoriban még nem volt Facebook, de akkor is mentek ezek a dolgok, és én a japán néni visszaír, azt mondja, nagyon szép atya, segítek, csináljuk meg, mondom, nagyszerű. És még mások is segítettek, és a 6 épületből, vagy 3-at, 4-et rendbe raktunk. És ezelőtt vagy 2 évvel jön egy delegáció Bukarestből, hogy mi lett a kaszárnyákkal, nézzék meg, és hát gratulálnak meg minden, ott a sok gyerek, vagy 100 gyerek játszott, adj király katonát, magyarul az egészen, és azt mondják, hát ezt az utolsót mi nem raktam rendbe? Hát mondom, többek között azért, mert nem volt pénze. Hát mi nem kérek, ja? Eszembe nem jutott volna, hogy mondjam. Na, írtunk egy levelet, kaptunk Bukarestből pénzt, rendbe raktuk a kaszárnyát, összejöttek, hogy ünnepélyesen átadni. Még virágot is hoztak nekem, hogy milyen ügyes vagyok, hogy megcsináltam. Sok gyerek ottan énekelt, kacagott. Hát mondom, hogyha valaki nekem azt mondta volna 20 évvel ezelőtt, hogy kapsz egy kaszárnyát, kapsz még pénzt is hozzá. És anyanyelveden arra tanítod a gyereket, amivel fontos neked. Nem hittem volna el, nem igaz? Most mondjak el egy titkot, még legalább 5 ilyen kaszárját adnának nekünk. Tehát én azt mondom a jobbikosoknak, ne hőbörögjenek, jöjjenek el, segítsenek. Dolgozzunk, csináljuk meg. Nézzük meg azt, hogy mire van reálisan szükség, üljünk le a románokkal, mert nekik is jobb az, hogy az a gyerek nem az utcán nő fel, hogyha nem ő kell gondoskodjon róla. Tehát igen, lehet párbeszédet folytatni. És azt gondolom, más téren is ugyanígy. Tehát én meg vagyok győződve, hogy mi erdélyi magyarok, van egy ekkora focipályánk, de csak ott a sarokban játszunk. És akkor duzzogunk, hogy mi nem adnak egy olimpiai méretű pályát, nem? Tehát én nem azt mondom, ne legyen autonómia, legyen, és lesz is. De egyszer azokat a lehetőségeket, amiket felkínálnak, azokkal merjünk, tudjunk élni, nem? Párbeszéd. Persze lehet hülyeségeket mondok, de párbeszéd, de ez a lényege. Én szívesen meghallgatom, aki más mond. A gyerekekkel, mikor mondták, hogy jó lenne egy kis tavasz itt nálunk, akkor ezt mondtam, na most nézzük meg, hogy ki ellen kéne vívni ezt a felszabadító harcot. És mondtam, akkor mindenki mondjon el, egy dolgot, amitől ő nagyon szenved.
És igazából bárki bármit mondott, azt mind vissza lehetett vezetni a 10 parancsolatra, hogy valaki, vagy ő, vagy a szülei, vagy valaki más nem tartotta meg. És akkor mondtam, na lássatok gyerekek, tavasz, a bűn ellen, igen, a hülyeségeink, a butaságaink ellen, igen, arra menjünk ki a frontra. Tényleg dobáljuk a molotov koktélokat. De saját, hogy mondjam, tehát nem valakivel van bajunk. Tehát több mint 5000 gyereket fogadtam be 20 év alatt, és ha hiszik, hanem egy sincs azért, mert az apját a románok agyonütötték volna. Mondjuk ki ezt nyíltan. Tehát akkor azt jelenti, hogy nem a románokkal van nekem bajom, hanem a pálinkával, a lustasággal, a pletykálkodással, azzal, hogy megcsalják a férje, a feleséget, meg hasonló, nem igaz? De ezek azok, amik az árvaházba juttatják a gyerekeket. És mondhatunk akármit. Én összehívtam Dél-Erdélybe, többször is beszélgettünk a vállalkozókkal. Magyar vállalkozók elmondják, hogy hát ők úgy érzik, hogy nincs hátrányuk attól, hogy ők magyar származásúak a vállalkozásban. Ugyanúgy kell nekik is adót fizetni, sőt, sokan azt mondják, hogy még egy román ember velük hamarabb köt szerződést, üzletet, mint egy román kollégában jobban megbíznak a magyar, hogy mondjam, kézművesekbe, meg ilyesmibe. Tehát, hogy mondjam, ne túlozzunk. Tehát én azt gondolom, hogy van baj elég, de ne találjunk ki még valamit hozzá. Van lehetőség. És én azt hiszem, hogy hogy szoktam én a Trianon? Én is úgy gondolom, egy nagy seb a Trianon. És tényleg erről kell, hogy beszéljünk. Ugye jó pár évvel ezelőtt, nem tudom, még belefér-e? De lehet velem párbeszédet folytatni majd mindjárt. Tehát, hogyha nem értenek velem egyet. Képzeljék el, elhívnak Magyarországra, hogy Trianon emlékműnél legyen egy megemlékezés. Én vagyok a díszszónok, ülök ott a páholyban, mint egy hoppmári, na, talpik habitusba. Mostan nagyon elkéstem volna, még felvettem volna habitust is. Otthon volt, úgyhogy azért vagyok ilyen vadcivilbe. Na és képzeljék el, hogy kezdődik az előadás, a show. Kiáll egy férfi nagy ostorral, négy égtáj felé nagyot rittyent, és elkezdik szegény tótokat, meg szerbeket, meg ukránokat, meg románokat úgy szidni, mint a csoda. Én ültem ott a díszhelyemen, és gondoltam, na, ezt én überelni nem tudom. Most én mi leszek, mitől lettek, hogy lesz itten? Hát ugye én keresztény ember vagyok, én hiszem, hogy Isten selejtet nem teremt, hát azok a románok is, meg a szerbek is, az én testvéreim, tehát hogy mondjam, na most én, mint katolikus pap, biztos nem fogok nekik menni. És mi gondolkoztam, most mit tudok én mondani egyáltalán? És akkor azt mondtam nekik, hogy nézzék, tényleg én nekem is nagyon fáj a Trianon. Azért fáj, mert Árpád vezérünknek volt egy csodaszép álma. Azt gondolta, hogy együtt, közösen könnyebb lesz tündérkerté tenni a Kárpát-medencét. Árpád vezér, ugye, amikor bejött a héttörzse, valószínű itt voltak avarok, szlávok, mások is, frankok is talán. És Árpád vezér nagyság az, hogy honfoglalás korából nincsenek felégetett falvak, tömegsírok. Le tudott ülni ezekkel az emberekkel, és vérszerződés kötött. Mit jelent? Hát ugye az, hogy ugye el tudom képzelni, hogy sokak szerint, a történészek szerint talán egyik első gyűlés ópuszta szeren volt. És képzeljük el, hogy ezek a vezérek megérkeznek, állik felfegyverkezve, azért abban az időben, hogy mondjam, megadták a módját az ilyen nagy belépéseknek. Igaz? És akkor úgy leülnek, és úgy beszélgettek, hogy is legyen, mind legyen. Közben valamelyik elé kap egy kardot, Árpád, tedd el, fiam, elég nagy az a Kárpát-pedence, van itt hely bőven mindenkinek. Ne idegesíts magadat. Na és valahogy Árpád vezér nagyság az, hogy tényleg ezek együtt közösen. És honnan veszük azt, hogy tényleg békés volt? Hát képzeljék el azt a sok kalandozást. Hát ha idehaza polgárháborús hangulat lett volna, elmertek volna ezek lovagolni, mit tudom, Kölnig, meg meddig?
Nem igaz? Tehát valószínű, hogy tényleg Árpád vezér ezeket tényleg le tudta egy asztalhoz ültetni. És a középkori Magyarország miből lett? Ebből a békéből. Ha megnézzük az akkori történelmi könyveket Olaszországban, városállamok, Perugia, meg mit a Assisi, meg a többiek, olyan jól el voltak, rengeteg háború volt köztük, nem? Vagy a Németországban ugye 90 valamennyi választó fejedelemség volt, és mennyi összeesküvés, és mennyi vér, és mennyi mocsok. Tehát ezek kis államocskák voltak. És Magyarországon, ahol mindenki azt mondja, hogy a honfoglaló magyarok biztos, hogy szám szerint kevesebbek voltak, mint akik többiek itt éltek, tudtak egy közös hazába lenni. Miért? Mert integrálták egymást, befogadták. Tehát Árpád vezér nagysága vagy álma az, hogy együtt. Együtt könnyebb, mint külön-külön. És valahogy ezt meg is tudták valósítani. És ez nem mese, de ha megnézzük a történelem nagyjait, ugye egy Zrínyi, hát ő horvát származású volt. Vagy például ugye Mátyás király idejében a legnagyobb humanista, Esztergom herceg primása, az ki volt? Nikolaus Olaus. Olá Miklós néven román ember volt Szászvárosról. És kit zavar? Igaz? Vagy az erdélyi fejedelemségre olyan büszkék vagyunk, mint a csoda. Ki találta ezt ki? Hát Fráter György, aki szintén horvát származású volt, Isten bűnő ne vegye tőle, nem? Tehát oda-vissza kaptunk is, adtunk is, Petőfitől, Bemapóig, mennyien voltak, akik, hogy mondjam, nem, na, vér szerint voltak magyarok, de együtt könnyebb volt. És én azt gondolom, hogy a románok is, ha őszinték, hogy mit tudom, miért nem mutassák ezt a Pálié de Orostiet. Azt mondják, az első nyomtatott szentírások nekik, nyomtatott betűve, azért, mert magyar ékezetes betűkkel van nyomtatva, és olyan gáz lenne a faximilébe kiadni, nem? Én így tudom. Tehát akkor azt jelenti, hogy az erdélyi fejedelemség udvarában magyar jezsuiták kiadták nekik román nyelven a szentírást. Egy szép dolog önmagába véve, nem? Tehát oda-vissza sok-sok ajándékot adtunk egymásnak az évszázadok során. És ha belegondolunk, például ugye, hát a kiegyezés. Tehát mikor volt, mikor épült itt Szeredába is, de egész Kárpát-medencébe, Magyarország területen is a legszebb épületeink, legszebb intézményeink a kiegyezés után, igaz? Tehát képesek voltak leülni, tárgyalni és kiengesztelődni. Tehát a forradalomban azok a forradalmi célok, amik meg voltak szervezve, vagy ki voltak tűzve, azok a törvények, azokat szépen osztrák császár, ugyanaz a Ferenc Jóska aláírta, hogy is hívják be, ugye 63-67 között. Most ez megint olyan érdekes, hogy a kiegyezés. 48-ban mennyi vér folyt, mennyi szenvedés, mennyi fájdalom. Tényleg büszkék vagyunk Gábor Áronra, meg persze ők a mi szentjeink, hőseink. De érdekes módon a történelemben arról nincsen szó, hogy 54-ben az akkori esztergomi herceg primás meghirdetett egy nemzeti zarándoklatot. Több mint 30 ezer ember mezitláb elment Mária célba. Maga a főpásztor is ott volt köztük, és képzeljük el, hogy ugye Mária cél az benn van Bécsen túl. Tehát ugye az osztrák földön keresztül elindul 30 ezer ember rózsafűzérrel, mezitláb, zászlókkal, mondják, ahogy is énekelnek, imádkoznak. Azt írja az akkori történelem, hogy persze, hogy a osztrák belügyminiszter oda kirendelt az összes katonáját, hogy ne tudja valami, hogy történjen. Az emberek is kíváncsiságból oda mentek.
Akkor az emberek látták ezeket, az embereknek, magyar embereknek az imádságos buzgóságát, hogy az ő Máriájukhoz mennek köszönteni. Hát akkor olyan, egyszerűen díszsorfalat álltak, és ellátták az zarándokokat élelemmel, szöllővel, gyümölcse, s mindennel. És Ferenc József behívatta a belügyminiszterét, és megköszönte a tevékenységét, és elkezdődött a párbeszéd a kiengesztelődésről, a kiegyezésről. Igen. Tehát én a történelemben hiszem azt, hogy rengeteg helyen a népünk életében ott van a párbeszéd. Na én ilyeneket mondtam ottan azon a trianoni ünnepségen, és elmondtam, hogy ha nekem trianonkor mi fáj, hogy ez a közös álmot felrúgtuk. Úgy érezték a románok, mi magyarok, szerbek és a többiek, hogy külön-külön jobb lesz. Ez ugyanolyan, mint amikor a házastár, férfeles és a többi szétválik, és mindenki megy a maga útjára. És mondtam, hogy én Trianon napján, ha valamiért tudok imádkozni, az pont az lesz, hogy egymást kezdjük tisztelni, és higgyük azt, hogy közösen, együtt könnyebb lesz. Hogyha felnőtt emberekként, nem ellenségekként le tudunk ülni együtt, akkor biztos, hogy tündérkerté tudjuk tenni Erdélyt. De hogyha egymás ellen fordulunk, a románoknak nélkülünk Erdély tündérkerté nagyon nehéz lesz tenni. A cigányoknak ugyan valós, nem? És nekünk is románok nélkül nagyon-nagyon nehéz lenne tündérkerté tenni Erdélyt, nem? Tehát egyetlen módot látok én arra, a párbeszédet, a kiengesztelődést, az, hogy szeretettel, békével egymás felé forduljunk. Persze én azt is elmondom mindig a román testvéreknek, hogy né, én nagyon-nagyon szeretem, mert nekem mondjuk nincs anyósom, de ha lenne, nagyon szeretném, de nem szeretném, hogy egy háztartásban legyünk. Mindenkinek legyen meg a maga kis autonómiája, nem? A mama nagyon finomat főz, meg el is meg, ünnepel, hozza, és meg is eszem a tötelékes káposztáját, de hogy minden nap ő főzzön nekem, nem? Hát akkor mi a túrénős ültem meg, igaz? Tehát én azt gondolom, hogy ők is meg kell ezt értsék, hogy igen, minden egyes kis közösség vágyik arra, hogy valamilyen szinten autonómiája legyen, de ez nem a másik ellen irányul. Igen, azt hiszem a politikusoknak, lehet, hogy butaságokat mondok, de valahogy el kell kezdjék a párbeszédet, hogy egyfelől meggyőzzék az erdélyi magyarság, mondjam úgy ultrajobb oldalát is, hogy kevesebb hőbörgést és több munkát, és másfelől a románságot is megnyugtatni azt, hogy nem visszük mi Erdélyt, közösen. Most legyünk teljesen őszinték, hirtelen román testvérek mind elmennének, és mit maradnánk 1,5 millióval, hát hogy mondjam, a havat kihányná el meg, egyáltalán az útjainkat rendbe tartani. Így együtt közösen is alig tudjuk fenntartani ezt az Erdélyt, nem igaz? Tehát, hogy Déván is elmondta én a polgármesternek is, hogy 90-es években Déván közel 100 000 ember élt. Most Déván él 56 000 ember. Na, ugyanannyi ember a villanyszámlát, a közvilágítást ki kell fizesse, a hóhányást is ki kell fizesse, nem? A szemételhordást is. Most nagyon sok a nyugdíjas. Persze, hogy nagyon nagy terhek vannak rajtunk. De ha még csöszögessük egymást, akkor a fiatalok még elmennek, még nagyobb terhek lesznek, nem rajtunk? Tehát mit kellene csináljon a dévai polgármester? Hogy amikor a magyarok ünnepelni akarnak, menjen ő is oda. Pohajár, na, sört, bort, amit jól esik neki, de menjen el a bármilyen kisebb cigányokhoz, mindenkihez. Érezzék jól magukat. Mert ha jól érzi az ember magát, akkor megnősül, gyereket vállal, kölcsönt vesz fel a bankból, nem? Akkor neki áll házat építeni, akkor húzza ezt a szekeret. És ettől válik fenntarthatóvá a gazdaság, nem igaz? Békesség. Igen, a békénél nagyobb értéket, kincset nem tudok elképzelni. A békének az ellentéte az anarchia, ugye? Most azt is valamilyen módon meg kell mi értsük, hogy minden erdőben, hát ugye van egy csúcsragadozó, nem? Tehát valaki adót szed,
Most ha Romániában nem a román állam szedni az adót, akkor lennének különféle kiskirályok, mint ahogy lássuk Afrikába, ezekben az országokban. Ilyen kis, mit tudom én, magánhadsereggel rendelkező társaságok, és azok szednének sokkal többet. Igaz? Legyünk teljesen őszinték, nem? A különféle milíciák, meg ilyesmik, hát most, ha valaki erre kíváncsi, az nyugodtan elmehet Szomáliába, meg mit tudom én, jó pár ilyen ország van a világon. Kongó. Múltkor mondtam, hogy hát egy babácsival beszéltem, és elmondta, hogy Kongóban hogy kezdődik a mise? Hát úgy, hogy jönnek a minisztrások. Hát a minisztrásoknak egy része felöltözik úgy, hogy ismerjük, a másik része felveszi a golyóálló mellényt, és a templom körül egy 100 méteres körzetbe felveszik a lőállásokat, hogyha netalán valaki akar jönni kézigránátot dobigálni, meg ilyesmi, akkor méltóképpen fogadják. És akkor a pap kivonul az oltáról, és elkezdődik a szentmise. Miért? Mert ott nincs egy olyan csúcsragadozó, aki rendet tud teremteni, nem? Hanem sok kicsi csúcsragadozó van. Tehát igen, nekünk, még ha 90%-át a pénzünknek el is veszik Bukarestbe, de garantálják azt, hogy békében élhetünk, akkor is azt mondom, hogy még mindig jobb, mint hogy anarchia legyen. Nem igaz? Tehát valamilyen módon magunkat is, fiataljainkat is meg kell nyugtatni. Tehát jelen pillanatban, ha valaki valami szépet akar, meg tudja valósítani. Máma lehívtak engemet Kézdi vásárhelyre. Ott van egy nagyon szép épület, kanta. Ki ártott, ez egy régi nagy kolostor, telek van hozzá. És szinte szeretettel kérik, hogy vegyük át, csináljunk benne, amit szívünk diktál. Most mit lehet csinálni? Hát oda lehet menni, ki lehet találni, el lehet gondolkozni, hogy mit lehet benne csinálni, és össze lehet szedni három székről az összes bajba lévő székely gyereket. Igaz? És ehhez hiszem azt, hogy pénzt lehet kapni a román államtól. És ehhez nem kell hőbörögni, kiabálni, csak dolgozni, gondolkozni, oda tenni a csontot. Igaz-e? Tehát akkor nincs szabadság? Tehát összeszedem az árva gyerekeket, összeszedem az utcán élő fiatalokat, és arra taníthatom, amire akarom. Akkor azt gondolom, hogy tehát nem a szabadsággal van nekem a bajom. Tehát én, amit nem tudok megvalósítani, az nem azért van, mert kevés a szabadság, hanem kevés az olyan lelkes, fiatal pedagógus, aki azt mondja, hogy Csaba testvér, jó van, egye meg a csuda, tudsz adni 200-300 eurót, azért én csinálom. Nekem itten van a bajom, és a román állam ebben nem tud beleszólni. Mert azt mondja a másik, hogy ő inkább pedagógus, de kimegy és McDonald's-ba ottan mosogat, de ő annyi pénzé nem dolgozik. És akkor kimegy, ott dolgozik, és rájön arra, hogy kifizeti a házbért és mindent, és kevesebb pénzzel marad, mint amennyit tudtam volna én adni neki. De ennek ellenére én Londonban is tartottam misét, több mint 200 ezer magyar él Londonban. Olyan magyar, a londoni nagykövet szerint, nagyon jól ismerem Csák János urat, és ő mondta, hogy 90 óta több mint 200 ezer magyar ment ki Angliába. Gyóntattam is őket. Szépen, hosszan, sokat. És tudom, hogy hogy élnek azok. Mennyi mocskot le kell nyeljenek, hogy ott van egy néger bácsi, néger feleséggel, két gyerek, és ő kiment babysitternek. És ottan mindenfélit mondanak neki, és ő minden reggeltől estig ugrabugrást csinálja. Igaz? És van neki egy diplomája idehaza. Jó neki ez? Kászomba megyek, és jön egy lány, húzza a két kereken ugye a bőröngyét. Na hát utolérebb az autóval, felveszel, hát mondom, honnan vagy? Kiderül, hogy kászonim. Londonban kint, mit tanít? Japánt. Angol gyerekeknek.
Azt mondja, még repülővel Bukarestig valahogy eljut, onnan aztán vonattal, onnan busszal, de itt mostan ugye ment Kézdivásárhelyre, most már Castle Imperbe gyalog indult el a szekérrel. És nézte ezt egy nagyon szép fiatal lány, 30 év fölött, kiderült persze családja nincsen. Szegény szülei addig nyüstöltek a szerencsétlen leánykán, mi megtanult japánul. A székelyek, most tudom, hogy meg lehet tanulni, de most minek? Mi jó ez neki? Most húzza a szekerét, és szülőföldjébe egyszer haza tud menni. Hogy mondjam, ott leánykodik, hogy őszinte legyek, én úgy éreztem, hogy ebből a lányból a szülei egy majmot csináltak. Én nagyon sajnáltam ezt a lányt. Én nem láttam semmi irigyelésre méltót rajta. Miért jó ez? Hát lelkedben, mélyedben nézel, te mire válsz? Valahol egy domboldalon legyen egy szép kis házad, legyen egy fiú, aki odabújik hozzád, aki csinál neked egy-két, három, négy, öt gyereket, nem? Hogy a házad előtt ott legyen egy, hogy is hívják, egy pár gyümölcsfa, rózsatő, nem tudom miféle. Dorombolott a csempekájába a tűz, a gyerek játszik előtte, és boldogok vagytok. Valahol nem erre válsz. Arra, hogy ott egyedül Angliába éljél, és ugye elmondják, hogy biztos az a babysitterség mellett a házura az még közben egyéb szolgáltatást is elvállal tőled, elvár tőled, meg hasonló. És annyi pénzt adsz azért, hogy elmenj London egyik feléből a másikba, a metróból, hogy abból szinte élnél egy hétig ide-haza. Tényleg most, de őszintén. Én nem azt mondom, én is jártam Angliába, Ausztráliába, Kanadába, mindenhova. Igen, elmentem Amerikába, addig prédikáltam, annyi pénzt adtam, hogy Tusnádon építettem egy gyermekvédelmi központot. Ott van 100 gyerek. Tehát igen, én is elmegyek, de visszajövök. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy valaki elmegy, nyelvet tanul, szakmát tanul, vagy valamit tanul, és visszajön, az nagyszerű. Tehát a legrosszabb dolog az, hogy félreverjük a harangot, és elhitetjük magunkkal is, egymással is, hogy milyen rossz az erdélyi magyar ember sorsa, hogy kell itthon szenvedni. Múltkor beszéltem erről, és azt mondja, atya, hát nem látod, hogy milyen nehéz a mi életünk? Hát mondom, hogy 10-20 kilóval átlagban nehezebb. Ennyi kövér ember Erdélyben sose volt. Én merem fogadni, hogy 2000 éves történelmi során ennyi jó zömök megtermett magyar ember nem volt. De azt mondja, butaságokat beszélek, mondja a néni, hát de nehéz az élet. Mondom, hány pár cipője van a mamának? Azt mondja, nem tudja. Mondom, 10, azt mondja, több. Mondom, 20, azt lehet annál is több. És mondom, 20 évvel ezelőtt hány volt? És azt a 2. És mondom, 20 évvel ezelőtt én oda mentem volna, és azt mondtam volna, jaj, mama, hát maga hogy szenved itt ebben a Ceausescu rendszerben? Ez megsértődött volna. Most meg ő mondja magáról, hogy szenved. Hát legtöbbünknek, legyünk őszinték, annyi cipőnk van, ha elindulunk, halálunk percig nem tudjuk lejárni a talpát, nem igaz? Hát akkor tényleg annyira szenvedünk, mint Erdélyben? De tényleg, teljesen őszintén. Azt tanulunk, amit akarunk, nem? Tehát olyan tantárgyat nem lehet kitalálni, amit egy fél éven belül ne kezdene tanítani legalább 3 egyetem, nem igaz? Teljesen őszinték. Tehát olyan tantár nem hiszem, hogy lenne, amire azt mondanák Bukarestből, jaj, ezt nektek nem szabad tanítsátok. Tehát lehet. Vagy ugye azt mondjuk, hogy az egészségügy is, hogy milyen rossz, meg nem tudom miféle. Olyan érdekes ezt, hogy mondjam, most napokban az egyik lány nálunk végzett, Szeredába jött férjhez, és a kis babánál, 4 hónapos gyerekénél kiderült, 3 lyuk van a szívecskéjén. Hát összeszedtük, elvittük vásárhelyre, imádkoztunk, kértük az orvost, megműtötték, hazahoztuk, épp egészséges. Rá egy hétre kiderült, hogy egy árvaházi gyereknek, egy szép fizel, egy egyszerű erdész az erdőben ott kapott egy pásztor férfit feleségével, 2 gyerekével. Olyan körülmények között, hogy összeszedte a 2 gyereket, és elhozta hozzánk. Kék volt a kislány, 5 éves kislány, olyan volt, mint a Vinette lett volna. Nem Vinette, hanem Vinette. Na, tehát én gondoltam itt a szívivel, nagy baj van, elvittük vásárra, 4 orvos bütötte, szépen rendbe rakták, és hál' Istennek a gyerek megvan,
hazaengedték, és van. Tehát szidhatom én ezt a román orvostudományt, de én azt gondolom, hogy mérhetetlenül jobb, mint amilyen volt ezelőtt 20, 30, 40, 50, 100 évvel ezelőtt, nem? Tudok én jobbat elképzelni, mint ami van, de ennél jobb nem volt még soha, nem igaz? Ugye Mórusz Tamás mondta, hogy többet ér Angliába egy négyzetméter föld, mint utópiába egy egész hercegség. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy, és ezt nem azért mondom, mert valamelyik politikus felkért erre, hogy meg kell magunkat nyugtassuk. Tehát az a gonosz lélek, ő mindig pánikot akar kelteni benned, bennünk, mindannyiunkban. Nincs jól ez így. Ha Jézus Krisztus nézzük, ő mindenütt mit mond? Ne féljetek, bízzatok, veletek vagyok, legyőztük a gonoszt, bármit kértek a nevembe, megadom én nektek. És én azt hiszem, hogyha meg tudnám magamot nyugtatni, és szépen feladataimat számba venni, kiderülne, hogy nem is olyan nehéz a feladatom. Ugye általában a vizsgákon is tapasztaltátok, hogy a vizsga elején, innen a vizsga olyan nagynak tűnik. Aztán amikor letetted, visszanézel, ja, az volt, nem? Most ugyanezt látom az életben is, tehát hogy csomó dolognál, ha az ember bátran neki mer menni, akkor kiderül, hogy nem is olyan nehéz az a dolog. Tehát nyugodtan, higgadtan merjünk párbeszédet kezdeni akár az egyetemi előjáróinkkal, ne háborúzzunk velük, ne. Tehát nyugodtan, valamivel nem értesz egyet, menj és kérj kihallgatást, mondd el nekik. De hallgass meg az ő véleményüket is, párbeszéd. De ugyanígy gondolom a román emberekkel is, a rendőrrel is. Valami gondom van, én elmegyek hozzá. Jönnek az ellenőrök, és azt mondom, hogy Csebinek átsz velit, hát mi? Mondom, nem értem, hogy most ezt hogy kell csinálni. Jöjjön, magyarázzon el. Magyarázza el. És akkor nekiül az az ellenőr, és elmagyarázza, és találjuk ki, hogy ezt hogy lehet jobban megcsinálni. Mondom, ezt szeretném csinálni, csak nem tudom, hogy még milyen törvényes kereteim vannak hozzá. És én azt látom, hogy lehet folytatni párbeszédet. Olyan sokszor elcsodálkoztam, hogy mennyi jó ember van köztük. Tehát nem igaz az, hogy ők ugyanolyan emberek, mint mi. Csak bíznunk kell bennük. Hát igen, békesség. Ha békét tudunk teremteni magunkba és környezetünkbe, Erdély hiszem, hogy felvirágzik. Ha félelmet, szorongást tudunk teremteni magunkba és környezetünkbe, akkor a sötétségbe, a káoszba fog süllyedni az én személyes életem is, a közösségem élete is. És azoknak, akik azt mondják, hogy milyen nehéz, gyerekeknek Déván meséltem, ott beszélgettünk, hogy adtam nekik 15 lejt, annyiba kerül egy csomag szivar, és mondtam a gyerekeknek, menjenek el, és vásároljanak erre élelmet, alapvető élelmet. Vettek egy kerek sajtot, franzellát, fél liter tejet, felvágottat, két almát, mind belefér 15 lejbe, csomag szivar árába, nem? Annyi étel, hogy egy nap alatt én nem eszek meg egy franzellát. Tehát igen. Utána mondtam a gyerekeknek, na jó van, most akkor egy csomag szivar árából menjünk ki a piacra, és nézzük meg, hány tő rózsát lehet venni. Hármat. Téván lehet venni három szép tő rózsát. Vagy mit tudom én, két alma facsemetét. Most egy csomag szivarat elszívni, az naponta belekerül körülbelül egy órába, nem? Matadsz vele, meggyújtod, kimosod a hamutárcát, időbe telik, igaz? Most képzeld el, hogy te naponta nem három rózsatüvet veszel, csak egyet, és nem egy órát kapálsz, csak egy fél órát, minden nap. Hogy fog kinézni a környezeted, igaz? Házad környéke. Az egyik dévai gyerek mondta azt, hogy Csaba testvér, három év múlva a svájciak jönnének hozzánk tanulmányútra. Tehát, hogy leülhetek, és én hőbörökhetek, hogy más miért nem csinálja. De nem sokkal egyszerűbb, ha én magam nekiállok, és csinálom. Nagyon
nagyon izgalmas, nagyon érdekes. És